Köszöntöm nézőinket a Hazahúzóval, ma a Tiszántúl egyik szép mezővárosában mezőtúra látogatunk. Ezt a nagykunsági települést a kerámia fővárosaként is szokták emlegetni, hiszen itt a fazekasság mestersége több száz évre nyúlik vissza. De a város hűen ápolja a történelmi, kulturális és természetvédelmi hagyományait is. Mezőtúri kirándulásunkon tartsanak velünk! Mezőtúri sétánkat a város történelmi központjában a Kossuth Lajos téren kezdtük, amely szabályosan elrendezett épületeivel egyedülálló az alföldi városok főterei között. A téren helyezkedik el a Városháza impozáns épülete, ahol Mezőtúr polgármesterével találkoztam. Mezőtúr a Tiszántúl egyik nagyon jelentős városa, gyönyörű természeti környezetben fekszik, és hát nagy múltra tekint vissza. Polgármester úr, hogyan mutatná be a városát nézőinknek? A Nagykunság egyik nagy jelentőségű városa a miénk itt Mezőtúron. Gyakorlatilag a Hortobágy-Berettyó folyó szeli ketté. Első alkalommal az első említések azok a 13. századból emlékeznek meg Mezőtúrról. Majd 1378-ban Nagy Lajos királyunktól kapott mezővárosi rangot a település, és az ekkori időkben egy rendkívül fontos helyszíne volt a magyarországi kereskedelmi életnek, mivel gyakorlatilag a sárrétes, mocsáros terület mellett a mezőtúri átkelőhely volt az egyetlen, amely rendkívül fontos útvonala volt és megállópontja volt a budai részt, illetve az erdélyi részt összekötő területekkel. Ekkoriban rendkívül gazdag volt a kiskereskedőket tekintve, majd később a fazekasság is elindult ugyebár a 15. századot követően, és hát a mai napig rendkívül büszkék vagyunk a fazekasságunkra, nem véletlen hívnak bennünket, illetve nevezzük magunkat Mezőtúron a kerámia fővárosának. Ezekben az időkben gyakorlatilag, amikor kialakult a mostani város megelőző térképeken látható időszak, akkor a kisiparosok rendkívül jelentősek voltak a településen. Folyamatos fejlődés volt gyakorlatilag a 17.-18. században, illetve ez még jobban megerősítette a 19. század. És a 19. század végéhez érkezve, nyilván a kiegyezés után, ahogyan Magyarország több területén, úgy Mezőtúron is elindult még nagyobb ütemben a fejlődés, és az az épület is, ahol most állunk, illetve a főtér környéke is, ekkor kezdődött egy új építkezési időszakban, számos épületünk ekkor húzódott fel és újult meg, amit pedig még a 16. századból feltétlen meg kell, hogy említsek, az 1530-ban alapított református kollégium, gyakorlatilag az iskola ekkor alapítódott, és itt azt kell, hogy megemlítsük, hogy Magyarországon az első iskolák, alapított református iskolák közé tartozik az az intézmény, amit szintén a műsornak köszönhetően majd a kedves tévénézőkbe járhatnak. És a szép épületek sorát gazdagítja a Városháza épülete is, ugye, amely a 20. század elején, első felében épült, és már városházának, ha jól tudom. Így van, így van. Gyakorlatilag a korábbi időszakban, az ezt megelőző időszakban az akkori városháza a Kossuth Lajos téren helyezkedett el a piac mellett, és a 20. század elején gondolták úgy az akkori városvezetők, és itt feltétlen meg kell, hogy említsem dr. Spetternő akkori polgármester városvezető nevét, aki élen járt abban, hogy ez a gyönyörű városháza végül megépülhessen. És a 20. század elején elkészültek a tervek, azonban az első világháborúnak köszönhetően sajnos ez a folyamat nyilvánvalóan megállt, mint ahogy Magyarország építkezésében és a világ építkezésében sok más folyamat. És az azt követő időszakban azonban nem adták fel, hál' Istennek, az akkori városvezetők, így 1928-ban végül átadásra került ez a gyönyörű épület itt a Kossuth Lajos téren. És ugye itt a Városháza épületében van egy várostörténeti kiállítás, amely bemutatja a Mezőtúr történetét. Így van, tavaly készült el gyakorlatilag ez a kiállításunk. Augusztus 20-a a Nemzeti Államalapítási Ünnepünk alkalmából ünnepélyes keretek között adtuk át, és szeretnénk minél szélesebb körben bemutatni a hozzánk ellátogatóknak, amely én azt gondolom, hogy rendkívül jól, modern környezetben interaktív megoldások segítségével mutatja be Mezőtúr város történetét. A múltat, a jelent, és nyilván utalások vannak a jövőre is.
központi szerepet kapott a főtérnek a bemutatása, amelyen rendkívül sok jellegzetes épületünk található, kezdve a már említett 1928-ban épített városházával, a később a 18. században újjáépített, átalakított belvárosi református nagytemplommal, szintén rendkívül fontos és jellegzetes épületünk a Nemzeti Szálloda, ami a templom mellett közvetlen található, és hát van egy gyönyörű bazár épületünk, amely szintén a 19. század végén kezdődött el a tervezése, majd a megvalósítása, amelynek következtében jelenleg egyébként helyet kapott a járásbíróság, és az eredeti terveknek megfelelően a földszinti részekben, illetve épületet egységekben pedig üzletek kerültek kialakításra már akkor, amelyek jelenleg is egyébként így funkcionálnak, és szintén a bazár épületnek a végén található a postahivatal, ami azt gondolom megint csak kisvárosi településhez képest egy rendkívül impozáns épületünk, és hát a városháza mellett található a gyönyörű tűzoltó laktanyánk, amelyekről, hogyha valaki rákeres egyébként, akkor erre is nagyon büszkék lehetünk, hogy úgy emlegetik, mint az ország egyik legszebb tűzoltó laktanyája. Tehát egy gyönyörű környezetben és övezetben alakult ki a Kossuth Lajos tér, amit igyekszünk folyamatosan fejleszteni. A városházának nagyon szép díszterme van, erről is ejtsünk néhány szót. Ezek eredeti berendezések, amit itt látunk magunk körül? Igen, az, amikor a látogatók itt vannak, ez a kérdés sűrűn elhangzik, és hát mosolyogva válaszolunk rá, hogy igen, hál' Istennek, a legtöbb bútorzat, ami a díszteremben található, az eredeti. Így nagyon büszkék vagyunk rá, hogy gyakorlatilag lassan ugye 100 éves lesz a városháza, így 100 éves bútorokról is beszélünk majd a következő években már. Én azt gondolom, hogy gyönyörű, és méltán mutatjuk be mindig büszkén, amikor itt vagyunk. A mai napig itt tartjuk a képviselőtestületi üléseket, a nagyobb esküvőknek ad helyszínt, illetve különböző városi rendezvényeknek is otthont ad ez a gyönyörű díszterem. És egyébként maga az akusztikája is, legalábbis a zenészek, fellépők szerint rendkívül megfelelő és jó hangzást ad a rendezvényeken, a programokon keresztül. Úgyhogy igyekszünk minél több rendezvényt és programot itt megvalósítani. Amikor pedig a várostörténeti kiállításról beszélünk, akkor meg egyik fénypontja nyilvánvalóan a tárlatvezetésnek ez a helyszín. Itt is folytatódik a kiállítás? Így van. Gyakorlatilag a várostörténeti kiállításról annyit érdemes mindenféleképpen elmondani, hogy szintenként helyeztük el, és ahogy haladunk fölfele a városháza tornya felé, szintenként különböző érdekes információkat lehet olvasni, mint például, hogy mellettem most látható az Úri kaszinóról, valamint például a Gőz és Kádfürdőről, a vasútállomásról. És a Gőz és Kádfürdőről például annyit érdemes tudni, hogy abszolút nem a jelenlegi mai városi strandfürdőről van szó, hanem korábban a Szabadság téren került elhelyezésre, illetve megvalósításra az akkori fürdő. Ezt Mezőtúron is egyébként csak az idősebb korosztály tudja, vagy emlékezik rá, és számtalan ilyen információ található még a kiállítási tereken. Itt például a jelenlegi helyszínen olvashatunk még a Mezőtúri Református Kollégium épületéről, a már említett tűzoltó laktanyáról, vagy éppen a Teleki Blanka a gimnázium történetéről is. És hát szintenként, még egyszer, ahogyan mondtam, haladhatunk szépen fölfele a városháza tornya felé, így ajánlom is, hogy haladjunk tovább arra. Mezőtúr Magyarország egy olyan város, ahol nagyon sok víz van, ugye ezt korábban már említettük, akár a vizek városa is lehetne, de ugye Győrre szokták mondani, de Mezőtúr is elnyerhetné ezt a rangot. Most melyik folyót látjuk a háttérben? A Hortobágy-Berettyó főcsatorna van mögöttünk, amely gyakorlatilag meghatározza egyébként Mezőtúrnak az életét. Gyakorlatilag azt szoktuk ugye mondani, hogy kettészeli ugye a települést. Ugye a Hortobágy-Berettyó főcsatorna múltjában is fontos volt az, hogy folyamatosan kezelve legyen. Így mi is gondolunk most egyébként a jelenben arra, hogy folyamatosan továbbfejlesszük. Különösen fontosnak tartjuk ezt azért, mert az aktív és ökoturizmus egyre nagyobb területet kap Magyarországon, és mi is szeretnénk ehhez méltán csatlakozni. Ugye egyébként itt a Hortobágy-Berettyó főcsatorna gátoldalán keresztül halad végig az országos kéktúra egyik útvonala, egészen ugye Szarvasig.
és ezért olyan fejlesztési területeket jelöltünk ki, ami a turizmusnak megfelelően az aktív turizmus köré épül, mint kerékpáros turizmus, vízisport turizmus, gyaloglás és lovaglási lehetőségekkel is a későbbiekben, és ehhez rendkívül fontos területek még a peresi holtágrendszer, valamint a tótói holtágrendszer, ami szintén mezőtúr közigazgatási területéhez tartozik. Kárpát-medence területén gyakorlatilag azt szokták rólunk mondani, hogy a Kárpát-medence területén belül a legnagyobb holtágrendszerrel mezőtúr rendelkezik. A peresi holtágrendszerünk ugye megközelíti a 30 kilométeres szakaszt, a tótói holtágrendszerünk pedig meghaladja a 18 kilométernyi hozt, ahol rengeteg horgász szokott hál' Istennek üdülni, illetve kikapcsolódni, szenvedélyesen hódolnak ugyebár a horgászturizmusnak, és nem mellesleg a peresi és tótói holtágrendszer tekintetében pedig nagyon sok üdülő övezettel rendelkezünk, de ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül nyugodt területről és érintett területekről is beszélhetünk. Tehát aki azért szeretne mezőtúrra ellátogatni, hogy az ökoturizmus tekintetében madarakat, halakat, vadakat lásson, azt is nagyon sok szeretettel várjuk, hiszen rengeteg olyan területünk van, amit méltán szeretünk mutatni, és nyilván olyan érintetlen területek, ahova az ember, hogyha betéved, akkor azt gondolom, hogy elkerekedik a szeme afelől, hogy milyen gyönyörű tájakon tud nálunk sétálni, kerékpározni, vagy éppen evezni. Mezőtúron a Holdkörös partján egy művésztelep működik. A Takács Tanya lélegzetelállító természeti környezetben várja az alkotni vágyókat, ahol csendes, nyugodt környezetben álmodhatják meg és készíthetik el művészi alkotásaikat. A mezőtúri képzőművészeti alkotó telep gyönyörű természeti környezetben várja mindazokat, akik alkotni szeretnének. Hogyan, mikor jött létre ez az alkotó telep, és hogyan működik, kik jöhetnek ide? 1981 óta működik a mezőtúri képzőművészeti alkotótelep, ebben a gyönyörű természeti környezetben, ahol most sétálunk. Ez a Borbás hásfasor, ahol éppen vagyunk, és ez még az eredeti tulaj által ültetett hásfasor, úgyhogy gyönyörű hásfák között lépdelünk éppen pont a legszebb tavaszi időben. És ez az alkotótelep helyszíne, mezőtúrtól 7 kilométerre vagyunk, a peresi holtág partján, ez a hármas körösök egyik holtága, és ennek a kanyarulatában van maga a Takács Tanya, így hívják az alkotótelep területét, az eredeti tulajdonostól származik a neve, és ide minden évben hivatásos képzőművészek kapnak meghívást, ez egy meghívásos alapon működő alkotótelep, és van mezőtúrvárosnak egy művészeti közalapítványa, ő a terület tulajdonosa is, és ennek a vezetősége határozza meg minden évben, így tavasszal, hogy ki kap meghívást abban az évben az alkotótelepre. Ugye ez fontos szempont, hogy kizárólag hivatásos képzőművészek lehetnek, de meghívást kapnak szobrászok, festőművészek és grafikusok egyaránt minden évben. És hogy hogyan működik? Ez nyáron ugye körülbelül egy hónap időtartamot jelent, amíg az alkotótelep működik, és az ideérkező művészek teljes ellátást kapnak, szállást, étkezést, illetve szakmai anyagot is biztosítunk a részükre, amíg itt tartózkodnak, és ezért cserébe azoknak az alkotásoknak a felét, amit itt alkotnak, itt hagyják, és így jött létre 1981 óta az az óriási gyűjteménye a városnak, aminek a Városi Galéria, az egykori zsinagóga ad otthont, és amit most éppen abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a teljes gyűjtemény látogatható a galériában. Alapvetően az a földszint időszaki kiállításoknak ad otthont, de tavaly ősszel nyitottuk meg a teljes gyűjteményt bemutató kiállítást, és ez még most tavasszal is látogatható lesz mindenki számára. Egyszerre hány művész tudnak fogadni? Egyszerre 20 művész lehet jelen, 20 férőhelyünk van. Uh-huh. Magyarán ez egy alkotóház, amit az alkotótelep idején kívül vendégházként ki is lehet bérelni egyébként. Családi rendezvényeknek, akár esküvőnek is otthont adtunk már, illetve több tábor szokott lenni nálunk. Ebbe beleértendő a jógatábortól kezdve a citerások, népzenészek jönnek, tehát nagyon sok táborunk van a teljes nyári szezonban. Mindig új művészeket hívnak meg, vagy van arra is példa, hogy többször is jöhet ugyanaz a művész ide?
többször is jöhet, ugye 1981 óta már eltelt 42 év, és van egy állandó törzstagja az alkotótelepnek, akik minden évben visszatérnek hozzánk, de vannak folyamatosan újak is. Tehát erre figyel a vezetőség, hogy egyébként is egy generációváltás zajlik, tehát a törzstagság már 70 éven fölüli korosztály, és ugye az ő tanítványaik már mindannyian tanítanak, akár Budapesten a kisképzőben, akár Nyíregyházán a szakgimnáziumban, és amit egyébként az itteni vezetőink, a Györfi Sándor és a Balogh Géza alapítottak annak idején, magát a Nyíregyházi gimnáziumot, és akik ott tanítanak, az ő tanítványaik ide jönnek művészként. Festőművészként, szobrászművészként, és ezt nagyon érdekes látni egyébként most itt ezekben az években, ahogy a mesterek és a tanítványaik együtt dolgoznak, és igazából ennek az alkotótelepnek ez a közösségi lét adja az igazi értékét? Az igazi értékét, ez fogja meg legjobban. Természetesen a gyönyörű környezeten kívül, a Györfi Sándor, mint Kossuth Díjas szobrászművész hívószaván kívül, ez a fajta közösségi együttlét, ez az együttalkotás öröme, ez egy olyan hívószó a művészeknek, hogy nagyon szívesen térnek hozzánk vissza minden évben. Egy ilyen gyönyörű természeti környezetben szerintem nagyon termékenyek lehetnek a művészek. Igen, hát adja magát, hogy mindent meg lehet örökíteni. Igen. Bőven, hát van minden. Ezen a szép házsosoron kívül ugye itt van a víz, és mivel ez egy érintetlen természeti környezet, ez is az arsz poétikája az alkotótelepnek, hogy homo et natura, tehát ember és természet, és erre a Györfi Sándor mindig nagyon figyelt, hogy ez nem egy nyírt golfpálya legyen, hanem az az érintetlen természeti környezet, amivel elkezdődött annak idején, és amilyen szellemiségben megalakult ez az alkotótelep, ez meg is őrizzük a mai napig, illetve a elkövetkezendő időkben is ezt a szellemiséget, és ez nagyon inspirálólag hat a művészekre, érkezzenek akármilyen korosztályból is. Mezőtúr fazekassága a múltból örökölt hírnevét és a honi kézművesség történetében elfoglalt jelentős helyét megőrizve ma is él és fejlődik. A Túri Fazekas Múzeum Magyarország legnagyobb, kifejezetten népi cserépedényeket gyűjtő múzeumi státuszú közgyűjteménye. A 8000-nél is több kerámiából álló anyaga európai szinten is a legnagyobbak közé tartozik. A mezőtúri fazekasság messze földön híres, és ennek állít emléket a Túri Fazekas Múzeum. Az első teremben állunk. Ebben a teremben mi látható, honnan kezdődik kronológiailag a fazekasság ebben a városban? Szerettük volna azt megmutatni, hogy mielőtt egyáltalán a város, meg a fazekasság létezett volna itt a településen, már előtte az agyagot jó pár ezer évvel használták, az itteni agyagot, úgyhogy egy pici régészeti résszel indul az állandó kiállítás, és aztán térünk rá a 17.-18. század fekete kerámiáira. Erről a fekete kerámiáról talán annyit érdemes tudni, hogy egy nagyon különleges égetési eljárásnak köszönheti a színét, illetve az itteni agyag összetételének, és egy jó 150 éven keresztül itt Mezőtúron is ez volt az uralkodó stílus, és aztán utána a 18. század közepétől kezdve folyamatosan fölváltja a mázas kerámia, és hogyha majd átmegyünk a következő terembe, ott láthatók a legdíszesebb és legnemesebb darabjaink. Ugye egyrészt, akit mindenképpen említenünk kell, Badár Balázs és a családjának a munkássága, ez a 19. század vége, 20. század legeleje. Azért került emlegetnünk, mert hogy előtte nagyon-nagyon hosszú időn keresztül már rengeteg fazekas és rengeteg műhely működött, viszont az igazi hírnevet, az igazi, mondhatom, hogy világhírnevet Mezőtúrnak az ő munkássága hozta meg. Úgyhogy itt láthatók ezek a díszkerámiák. És hogyha a teremben szétnézünk, az ő díszkerámiái mellett láthatók azok a fajta kerámiák, amiket kifejezetten már túrinak nevezhetünk. Itt láthatjuk ezeket a sárga és fehér alapú kerámiákat.
Ha ebből bárki az országban talál, akkor biztos lehet benne, hogy ez mezőtúri, mert ez egy nagyon-nagyon jellegzetes időszak, és egy nagyon-nagyon jellegzetes, csak mezőtúra jellemző stílus alakult ki. Milyen színvilág és milyen motívumvilág jellemző a mezőtúri kerámiára? Kezdetben, amikor a mázakat már nagy mennyiségben elkezdik használni, akkor alapvetően zöld, barna, sárga, egyszerű díszekkel, illetve egyszerű színekkel dolgoznak, és amikor már ilyen szinten kivirágzik, akkor a fehér és a sárga alapszínen gyakorlatilag minden, amit a kerámiában színként lehet használni, azt megtaláljuk, pirosak, zöldek, néha még a kék is, ami egyébként erre a vidékre nem nagyon volt jellemző. Ugye a 20. század első felében mondhatjuk, hogy gyakorlatilag a színskála minden részét bejárták az itteni díszítőasszonyok, vagy virágozó lányok, ahogy hívták. Még a pink is, tehát a rózsaszín is előkerült, amit hát mint egy új divatot hoztak be, és hát ugye a mai napig is kedvelt a használati eszközökön is. Itt ebben a tárlóban már látjuk a 20. század első felét, egy óriási nagy váltás van, a írókás díszítést fölváltotta az ecsetes díszítés. És ezek konyhai eszközök, ugye? Így van, ezek nagyon sokáig szinte csak használati tárgyakat készítenek, és aztán utána a 20. század elejétől pedig már szinte csak kizárólag dísztárgyat készítettek a túriak, mert ugye a használati tárgyakra már nem volt kereslet. Hogyha haladunk tovább a múzeumunkban, itt a következő terem még ugyancsak a 20. század, inkább már a második fele, 1950-es évektől kezdve egyrészt van egy szövetkezet, ahol hatalmas mennyiségben készült népi cserépedény, illetve hát néhány, ahogy mondták, maszek műhe is működött, és nekik is rengeteg tárgyuk volt, és beérkeztünk az állandó kiállításunk utolsó termébe. Ez pedig úgy szoktuk nevezni, hogy a jelen, ami annyit jelent, hogy a utóbbi 30-40 évnek a itt mezőtúron tanult, ma is itt dolgozó fazekasok, kerámikusoknak a munkáit láthatjuk. Jó néhányan megmaradtak a népi cserépedény mintáinál és formáinál, viszont nagyon sokan porcelánnal kezdtek el dolgozni, illetve a iparművészet felé mentek el, úgyhogy hát de mindegyiknek megvan a maga stílusa, azt látom. Így van, tehát itt ugye amíg hosszú időn keresztül tulajdonképpen arról volt szó, hogy a mester azt szerette látni, hogy a tanítványa ugyanazt tudja, amit ő, és ugyanazon a színvonalon, azért a 20. században alapvetően már az volt, hogy mindenki a saját szuverén alkotói tevékenységét próbálta kibontani. Nyilván a népművészet területén ezek kicsit kötöttebb, az iparművészet területén tulajdonképpen nincs határ. Ez a épületegyüttes, ez nem csak múzeumból áll, hanem alkotóház része is van. Például a kedves hölgyek ott most hímeznek, hámoznak? Igen. Itt most itt rögtön össze is torlódott három szakma, amit tudtunk oktatni. Tulajdonképpen arról van szó, hogy van egy professzionális oktató, és mindenki, hát legtöbben innen a városból, de vidékről is átjárnak hozzánk. A bútorfestés, a gyöngyfűzés, illetve amit itt most meg tudunk mutatni, az a hímzés tudományát, az alapokat el tudják itt nálunk sajátítani. Ezek a szakkör című program keretében valósultak meg, és nagyon reméljük, most még egy hónapig dolgoznak itt nálunk a múzeumban, elsősorban hölgyek, de néhány férfi érdeklődőnk is van, és nagyon reméljük, hogy ezek a szakkörök aztán folyamatosan tovább mennek az év többi részében, illetve hogy ezek megmaradnak. Mindig törekszünk arra, hogy tehát én abban látom a múzeumnak a jövőjét, hogy nem csak arról van szó, hogy tárgyakat és dokumentumokat mutatunk be, hanem hogy pláne, hogy nekünk egy speciálisan egy szakmához kötődünk, illetve a népi kézművességhez általában kötődünk, nekünk az a feladatunk, hogy ezt életben is tartsuk, illetve minél jobban népszerűsítsük. Ennek pedig a legjobb módszere az, hogyha ha meg is mutatjuk, hogy ezek a szép tárgyak, teljesen mindegy, hogy szalmából, agyagból vagy textilből készültek el, hogy ezek milyen módszerekkel és milyen tudással készültek annak idején. Dr. Draskovics Dénes egykori városvezető gyűjtéséből jött létre az a varázslatos kerámia gyűjtemény, amely több száz éves ritkaságokat is tartalmaz. A műgyűjtő rengeteg időt és pénzt fektetett abba, hogy felkutassa az itt kiállított szép kerámia tárgyakat. Draskovics Dénes miért kezdett ilyen kerámiákat gyűjteni? Hát erre van egy vicces hivatalos változat, illetve
A B változat az az tulajdonképpen, hogy ő is felfedezte ezeknek a szépségét. A vicces A változat az az, hogy ami itt látható ebben a tárlóban, ez a kék, úgy hívják ezt az edénytípust, hogy koronás váza. Ebből a felesége családjának volt egy darab, amit Dénesnek sikerült, mint ifjú házas összetörnie, és akkor ebből egy családi perpatvar keletkezett, és akkor megígérte a feleségének, hogy ő szerez egyet, hát ez nem sikerült, mert 25-nél tart a gyűjtemény, meg az edénytípusnak a kapcsán, úgyhogy tulajdonképpen a gyűjtés az ezzel a darabbal, illetve ezzel a fajta badárkerámiával indult el, és hát azóta nem csak a badár, hanem utána talán leghíresebb tanítványa Badár Balázsnak a Kunszentmártonban dolgozó Bozsik Kálmán kerámiájából is több tucat került a gyűjteménybe, illetve az elmúlt 7-8 éven pedig a Népi Cserépedényből is egy nagyon jelentős kollekció jött létre. A koronás vázat tulajdonképpen egy dísztárgy, tehát nincsen más funkciója, csak igen, az, hogy nézzük igen. És gyönyörködjünk benne? Igen, tulajdonképpen ez ugye egy nagyon díszes és mind formájában, mind a írókás, illetve a karcolt változatai ismertek, a minták is gyakorlatilag az egész tárgyat beborítják. Mondhatjuk, hogy a készítő, a Badár Balázs, illetve neki a családja, mert hogy többen is ezzel a szakmával foglalkoztak, szinte már csak dísztárgyakat készítettek. És ha így tovább megyünk, akkor még rengeteg gyönyörű alkotás látható a vitrinekben, ugye? Igen, itt közben egy pillanatra, hogyha megállnánk, egy pár darabot tudnék mutatni, ugyanis a másik nagyon híres tanítvány, akit pedig a modern kerámia egyik magyarországi atyának tekintünk, Gorka Géza, ő is dolgozott itt Badár műhelyében. Úgy is még, hogy amikor már saját üzeme volt, illetve saját műhelye volt Gorkának, akkor is bérmunkában a Badár családdal dolgoztatott itt Mezőtúron, illetve fiatal korában elmondta azt, hogy a mesterség alapjait azt abszolút Badárnak köszönheti, tehát mindent, ami technikában tudható volt akkoriban egy kis fazekas műhelyben, azt el tudta sajátítani. Itt, hogyha megnézzük ezt a tárlót, ugye ez egy picit más, mint amiket itt az elmúlt néhány üvegtárlóban láthattunk, ő a Bozsik kerámia, ugye Kunszentmártonban ezt a, hát Bozsiknál még inkább elmondhatjuk azt, hogy ő keresett egy magyaros stílust, ami ugyancsak nagyon sok mindenben keletre mutat egyébként. Igen, és igen. Nagyon sokféle színt használt. Egyébként a Bozsik műhely az jóval tovább a 60-as évek végéig működött. Itt van még egy érdekes kerámia típus, ezt úgy hívták Badárék, hogy koronás korsó. Ebből többféle változat látható itt. Van az idősebb Badár Balázstól, van az ifjabb Badár Balázstól néhány darabunk. Ez azért érdekes, mert az 1900-as párizsi világkiállításon egy nagy kollekció jutott ki a Badár műhelyből, és az egyik darab, amit biztosan tudunk, hogy kikerült a párizsi kiállításra, ahonnan egyébként egy nagyon szép dicsérő oklevelet is elhozott, és egyébként a magyar kerámiaipar nagyon nagy sikert aratott ott. Egészen biztosan egy ilyen darabot is, egyébként az eredeti is megvan, ez most egy vándorkiállításon van egyébként, ami konkrétan kint járt Párizsban, de pontosan ilyenek voltak, mint amiket itt látom. Ezek is gyönyörűek. Itt egészen más fajta kerámiákat látunk, átjöttünk az úgynevezett néprajzi terembe, a Draskovics kerámia gyűjteményben. Itt az a nagy különbség az előző teremhez képest, ugye az inkább már a polgári ízlés mutatja be, viszont ebben a teremben azokat a tárgyakat láthatjuk, amik az elmúlt körülbelül 300 évben a népi cserépedény készítés legszebb darabjai voltak. Itt szinte a Kárpát-medencéből minden nagyobb kerámia központból van legalább egy darab kerámia. Az Alföldről nagyon sok, Hódmezővásárhely és ugye Mezőtúr a két legnagyobb központ, innen legalább 300 kerámiát találunk ebben a teremben, a butelláktól kezdve a különböző használati eszközökig, illetve egyedi tárgyakig. Itt, hogyha csak ezt a tárlót megnézzük, itt rögtön láthatunk egy nagyon fontos és nagyon érdekes darabot, a Miska kancsót, ugye ez egy nagyon emblematikus kerámiája a magyar népművészetnek. Ez például egy mezőtúri darab. De például ez a Miska kancsó hány éves?
Ez körülbelül 160 éves, az 1800-as évek második felében készült. Nem tudjuk pontosan, hogy ki készítette, de sejthető, mivel a stílus jegyei nagyon hasonlítanak a... Volt egy nagyon neves a család, aki nagyon sok butellát, tehát egyedi darabokat, illetve a Miskakancsóban is van egy külön stílus, ez a K nagy család. A K az a korsós előtag volt egyébként a család név előtt. Nagy valószínűséggel ők csinálták, de mivel nincs ráírva, illetve semmilyen adat nem maradt fent róla, csak sejtés a készítőnek a neve. Illetve hát itt láthatunk néhány, ha már az Alföldet emlegettük, ezek az edények itt mind, szinte mind az Alföldön készült. Ha itt a felső sort megnézzük, ez pedig Erdély talán legjellegzetesebb edény típus, a bokájnak néhány nagyon szép változata. Itt tulajdonképpen a Szászföldtől kezdve végig zila, torda, illetve bent egészen a székelyföldi központokig nagyon sok helyről van bokája gyűjteményben. És a többi tárlóban? A többi tárlóban érdekesebbnél érdekesebb is mondhatom, hogy ma már csak itt nálunk a Draskovics gyűjteményben található darab van. Hát amire a gyűjtő nagyon büszke, joggal azt gondolom a C-kancsók gyűjteménye, vagy vannak olyan alakos butellák, amik ugyancsak nagyon ritkák ma már, ezek mezőtúriak elsősorban, illetve hódmezővásárhelyek, de a Felvidékről néhány, sőt a Balkáról is van olyan legalább 250 éves darabunk, amit még külföldi szakértők is megcsodáltak, amikor elküldtük nekik a fotóikat. Ahogy mondtam, ugye egy részük dísztárgy, egy másik részük viszont még azt a világot hozza vissza, amikor ezeket a tárgyakat használták elsősorban a konyhákban, úgyhogy én azért is nagyon kedvelem ezt a részét a kiállításnak, mert hogy még azt a kort is fel tudjuk idézni, amikor nem csak egy díszként, egy asztalon, egy szekrény tetején vagy egy falon lógtak, hanem amikor minden nap kézbe vették ezeket a tárgyakat. Víz mellett Mezőtúr hatalmas zöld felülettel is rendelkezik. A városlakók és a távolabbról érkezők is gyönyörű parkokban tölthetik el szabad idejüket. Az Erzsébet-liget az egyik legnépszerűbb sétálóhely, ahol a mezőtúri városi strandfürdő és úszoda is helyet kapott. Az Erzsébet-liget a mezőtúria kedvelt pihenő és sétáló helye. Itt mellette van a városi strandfürdő és uszoda. Most mi itt vagyunk az uszodában. Ez milyen részekből áll, és egyáltalán a ligetben miket lehet csinálni, hogyan lehet kikapcsolódni? Nagyon szép környezete ez a városunknak. Tulajdonképpen a város szívében található az Erzsébet-liget, a strandfürdő és fedett uszoda, és mellettünk egy 7,5 hektáros tó, amelyet valamikor agyagbányászatra használtak, és most ez már megtelt vízzel, és tulajdonképpen egy szép vízfelület. Tulajdonképpen nagyon közkedvelt helye a mezőtúriaknak ez a környezet, mind a kikapcsolódni vágyók, mind a fürdőzni vágyók, vagy télen ide be tudnak térni a fedett uszodába, és most már az elmúlt évek fejlesztésének köszönhetően gyógyfürdőzni is lehet a téli hónapokban. Ez sokáig nem volt így, és még egy kis gyermekmedence is áll a vendégeink rendelkezésére, tehát tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy családokat is vár az üzemeltető. Az önkormányzatnak nagyon sok elképzelése van, ami a további fejlesztéseket illeti. Éppen most nemrégiben a Toplusz rendszerébe adtak be egy pályázatot ide a strandfürdő fejlesztésére. Ez egy 400 millió forint összértékű visszanemtérítendő pályázati forrás elnyerését jelenti, amely azt a célt szolgálja, hogy a strandfürdőket még vonzóbbá tegyük, a szolgáltatás színvonalát még jobban emeljük itt Mezőtúron. A ligettel kapcsolatosan a sétálni, kikapcsolódni vágyók, a nyugalomra, a csendre vágyók találnak megfelelő helyet. És hát a ligeti tó kapcsán is van a turisztikát érintően elképzelése a városnak. Egy szabadstrand kialakítása szerepel a hosszú távú célkitűzések által megfogalmazott célokban. Tulajdonképpen egy rendkívüli adottság, gyönyörű természeti környezet. A horgászat számára is most jelen pillanatban ugye nyitva áll, rendelkezésre áll a ligeti tó.
lehet halat fogni, igen, hogyha valaki leül horgászni. Milyen halak vannak a tóban? Hát őshonos halak, kárász, keszek, ponty, ezek találhatóak meg alapvetően a tóban. Sokan használják is horgászati célokra, és emellett még az önkormányzat az elmúlt években a tó környezetét is, annak az infrastruktúráját is fejlesztette. Megújult a kerékpárút, amelyen körbe lehet kerékpározni a tavat, megújult a sétány, itt is a családok, ha kilátogatnak, akkor a családtagok mindannyian megtalálják a maguk számára érdekes, aktív elfoglaltsági lehetőségeket, tehát ilyen szempontból is kedvező a helyszín. És hát, ahogy említettem is, azon dolgozik az önkormányzat, hogy ezt a környezetet még tovább fejlessze. Itt a fürdőben milyen gyógyvíz van? Olyan gyógyvize van Mezőtúrnak, amely egy több mint 600 méter mélységből érkezik föl a felszínre, amely mozgásszervi betegségek gyógyítására, nőgyógyászati betegségek problémák kezelésére, gyógyítására kiválóan alkalmas. A külső részen nyáron van olyan lehetőség, hogy kint is lehet tartózkodni, strandolni? Vannak kinti medencék is? Természetesen a strandfürdő kinti medencékkel is rendelkezik, gyógymedencével, egy kisebb strandmedencével, egy pici kisgyermekek részére szolgáló strandmedencével, és egy 50 méteres, ami a környezetünkben, a környező településeken nincs, egy 50 méteres úszómedencével, egy versenymedencével. Itt Mezőtúron a vízilabdának is most már mondhatjuk, hogy hagyományai vannak, hiszen jó néhány éve elindult a vízilabdasport, és annak idején, amikor ez a fedett uszoda megépült a 80-as évek végén, onnantól kezdve az úszás, mint sportág szintén meghonosodott a településünkön, és hát az elmúlt évtizedek munkájának köszönhetően, a szakembereknek, az edzőknek köszönhetően, és hát természetesen azoknak a fiataloknak, akik komolyan veszik a sportot, és feláldozzák a szabadidejüket, és keményen dolgoznak azért, hogy minél szebb eredményeket érjenek el. Ennek az összefogásnak tudjuk azt be, hogy egyre szebb eredményeket érnek el a fiataljaink, már országos bajnokunk is van, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk, és nagyon örülünk annak, hogy Mezőtúron nem csak a vízi sportágak élénkek, vagy érdeklődésre számot tartóak, hanem számos olyan sportág van, amelyekben a fiatalok meg tudják méretetni magukat, és hát nem utolsó sorban, aminek nagyon örülünk, hogy egyáltalán aktív tevékenységet végeznek, sportolnak. És úgy tudom, hogy itt van egy szálláshely is. Így van, a szomszédságunkban, tehát ebben az egységben foglal helyet a vadászház nevű épület, amelyet az önkormányzat néhány évvel ezelőtt az akkori vadásztársaságtól megvásárolt, és pályázati forrásból nagyon szépen, gyönyörűen felújította, és az emeletén található 4 szoba, jelen pillanatban most 16 ágyjal rendelkezik a szálláshely, de ennek a bővítése is szóba került, a lehetőség megvan rá, és ugye az épület rendbetételén, felújításán kívül az ingatlan udvara is megújult, parkolók kerültek kialakításra, és tulajdonképpen energetikailag, építészetileg az épület megújításra került. Most is használják, nagyon sok rendezvény kerül megtartásra, különböző családi események, lakodalmak például, tehát nagyon népszerű ilyen szempontból is ez az épület, és hát nem utolsó sorban szálláshely kapcsán is van érdeklődés ezzel kapcsolatosan. A Kossuth Lajos téren közvetlenül a református nagy templom mellett várja vendégeit a Nemzeti Szálloda. Az épületet 1894-ben egy tekintélyes túri kereskedő építette, majd fokozatosan bővítette. A szálloda 1897-ben nyitotta meg kapuit, amely napjainkban is egy egyedi hangulatú, kedvelt szállás és vendéglátóhelyként működik. A Nemzeti Szálloda Mezőtúr népszerű szálláshelye. Ez a szálloda milyen minőséget és stílust képvisel?
Itt vagyunk Mezőtúr történelmi főterén, szemben a patinás városházával. Szinte úgy a Hotel Nemzeti is egy régi békebeli épület. Próbáljuk is ezt a régi stílust továbbvinni, mind az éttermünkben, mind a gondolkodásmódunkban, természetesen belefűzve a mai kor erényeit, amiket már a szálloda felújítás során a szobákban alkalmaztunk. Felújítottuk az összes szobát, a szaniterzést, nagyon szép fürdőszobáink vannak, és az étteremben is nem teljesen látható, de azért modern kialakításokat, újításokat eszközöltünk, lecseréltük az álmennyezetet, hangrendszert építettünk. Ezzel a kis kávézó betéttel próbáltuk egy picikét moderné, picikét lazábbá tenni az éttermet, ahova nyugodtan egy kávéra, egy süteményre is, egy desszertre is be lehet ülni, de mindenkit szeretettel várunk. Hány szoba van a szállodában, és ezek milyen szobák? Az első emeletünkön 17 szoba került kialakításra, a második emeleten pedig 3 szobával rendelkezünk. Alaphelyzetben az ágyak tekintetében 43 vendéget tudunk elhelyezni, de természetesen a szobák pótágyathatóak, így még további 6 személy elhelyezésére van lehetőségünk. Családbarát a szálloda? Természetesen családbarát, szeretettel várjuk a gyermekes családokat. Nem sokára kialakításra kerül egy vadonatúj gyereksarok. Rendelkezünk gyerekszékekkel, ülésmagasítókkal, úgyhogy kicsiket és nagyokat egyaránt szeretettel várunk itt. Milyen rendezvényeknek tud otthont adni a szálloda? Vállaljuk esküvők, születésnapok, névnapok, osztálytalálkozók, rendezvények lebonyolítását. Halkan megjegyzem, mivel szemben van velünk a Patinás Városháza. Itt, hogyha az ifjú házasokra gondolunk, csak át kell sétálni a történelmi főtéren, és már is itt vannak nálunk, várjuk szeretettel az ifjú házasokat, esküvők lebonyolítását kifejezetten. Vállaljuk, minden eszközünk megvan hozzá, sok ilyen rendezvényt lebonyolítottunk már, de természetesen állunk rendelkezésükre a cégeknek is, legyen az meeting, továbbképzés, egyéb céges rendezvények, el tudjuk őket szállásolni, természetesen lehetőség van félpanzióra, panziós ellátásra, illetőleg külön termekkel is tudunk a nagy érdemű szolgálatára állni, bármilyen elképzelést lehetőségeink szerint megvalósítunk. A szállodának nagyon szép az étterme, itt gondolom utcáról is be lehet jönni, tehát bárki tud itt étkezni. Hogyne, természetesen, mindenkit szeretettel várunk, napi menüzésre is van lehetőség, ezt a mezőtúriak nagyon szeretik, elég sok kiszállítással is bírunk, nagyon szeretik, hát kényelmesebb a mai rohanó világban házhoz rendelni az ételt, de bárkit bármilyen tekintetben szeretettel várunk természetesen, legyen az ebéd, bocsánat, legyen az reggeli, ebéd, reggeli vagy is? Vacsora, hogyne, természetesen lehetőség van rá, akár egy könnyed ebéd, akár valami komolyabb steak. Mindenkit szeretettel várunk, sőt a közeljövőben egyébként frissen felújított belső udvarunkban kialakításra kerül egy kis kerthelység, ami szintén várja majd a mezőtúri és bárhonnan érkező nagy érdemű természetesen. Étlapunkon egyaránt megtalálhatóak a hagyományos és modernebb ételek is, természetesen minden vendég igényeit próbáljuk kielégíteni, gondoltunk itt a vegetáriánusokra is, és olyanokra is, akik a régi klasszikus ételeket szeretik. Külön gyerekmenüket is tartunk természetesen, de mindennel próbálunk készülni, a legmesszebb menőkig próbáljuk kiszolgálni a vendégeinket. Mezőtúron rengeteg látnivaló van, de a környék is felfedezhető. Abszolút. 30-40 kilométeres körzetünkben nagyon sok minden elérhető, legyen az lovas program, sétahajózás, különböző tájházak, gyűjtemények, múzeumok, arborétumok, elég erős a környék vadban és halban, hiszen Mezőtúrt majdnem körülöleli 2 folyó, a Bodrog és a Körös. Én azt gondolom, hogy itt mindenki, kicsik és nagyok, horgászok, vadászok, családok egy 2-3 napos kiruccanásra megtalálja a számítását. Természetesen sok stranddal és termálfürdővel is rendelkezik a környék, és még egyszer mondom, nagyon szép a vidék, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. Innen a szállodából minden közel van, könnyen megközelíthetőek a környező városok, települések, rengeteg szép templomunk van, vannak olyan vendégek, akik kifejezetten a templomokat szeretik látogatni, mindenre alkalmas a környék. Itt az étterem falán látok festményeket, képeket, gondolom nem véletlenül kerültek a falra. Egy kiváló autodidakta művész, Lena Sankova alkotásai. Ő egyébként Szentpétervárot tanult építészetet, de
hát elment a festészet irányába, bár végül is mind a kettő művészet természetesen, mert akár festhetnénk épületeket is. Az ő festményei méltán díszítik éttermünk falait, abszolút illenek ebbe a környezetbe. Több témája van, de én azt gondolom, hogy ebben a környezetben főleg a régebbi stílusú portréi, tájképei díszítik, ékesítik éttermünk falát. Vannak terveink, például a terveink között szerepel egy a remélhetőleg közeljövőben kialakításra kerülő wellness rész is, amit azért hozzá kell tenni, hogy a kedves szálló vendégek azt hiszem örömmel használnának. Egy kis időre elbúcsúzunk Mezőtúrtól, a kerámia fővárosától. Jövő héten azonban folytatjuk ennek a szép nagykunsági mezővárosnak a felfedezését. Akkor is számítunk nézőink megtisztelő figyelmére, viszontlátásra! A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.